Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor az osztrák kancellárnak a bécsi terrortámadás után. A miniszterelnök úgy fogalmazott, megrendülve és feldúltan figyelte az eseményeket. A DK szerint Európa csak az összefogással válaszolhat a terrorra. Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő pedig azt mondta a híradónknak, hogy itthon nem kell tartani hasonló támadástól. Az önök kihívásai, a mi kihívásaink is. Így fogalmazott Orbán Viktor kedd reggeli videóüzenetében, amelyben a hétfői bécsi terrortámadásra reagált. A miniszterelnök kijelentette, közösen kell megmenteni Európát a terrortámadás sorozatoktól. Teljes mellszélességgel állunk Ausztria polgárai mellett. Az áldozatokért imádkozunk, a családtagjainknak sok lelki erőt kívánunk. Legyetek biztosak abban, kedves Sebastian, hogy mi mellettetek állunk, és mindent megteszünk, hogy sikerüljön elrettenteni a jövőbeni elkövetőket. A terrorra csak az összefogás lehet a válasz. Ezt már Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvivője mondta híradónknak. A Demokratikus Koalíció együttérzését fejezi ki az áldozatok családtagjainak, a bécsieknek és az osztrák népnek. Úgy gondoljuk, hogy Európa a szolidaritás és a sokszínűség kontinenseként egyetlen választ adhat csak a terrorra, az összefogás és a béke válaszát. Bár Bécs közvetlenül az országhatár mellett található, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint nem valószínű, hogy a jövőben Magyarországon megjelennének terrorista csoportok. Szemben mondjuk Lengyelországgal, Szlovákiával vagy Magyarországgal, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan léteznek iszlám közösségek, de ezek az iszlám közösségek asszimilálódtak, betagozódtak a társadalmakba, és nagyon-nagyon elutasítják a szélsőséges dzsihádot. Ausztriában az elmúlt években több olyan sejtet fedeztek fel, akik valamilyen úton, módon, akár az Al-Qaidához, akár az iszlám állam terrorszervezethez kapcsolódtak. A szakértő szerint a támadás utáni órákban volt esély arra, hogy a terroristák esetleg Magyarország felé kezdenek el menekülni, de úgy látja, az osztrák hatóságok megfelelő erővel kezelik az ügyet.